Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Már majdnem kezdtem azt gondolni, hogy a közbeszerzési törvénye, vagy általában a közbeszerzési jogszabályokkal összefüggő illeték, egy igazgatási eljárás, vagy igazgatási szolgáltatási díjszabályok nem túl jelentősek, de aztán, amikor ott tartottam a normaszövegben, amit az előbb is elhangzott, hogy kizárás megalapozatlansága esetén mennyi lehet ennek a felső határa, még a lecsökkentett felső határ is meglehetősen borsos. Tehát érdemes lenne azon elgondolkozni, különösen a sok milliárdos becsült értékű közbeszerzési eljárások esetén, hogy megfizethetőbbé, és mondjuk a magyar cégek, akár a nagyobb magyar cégek anyagi teherbíró képességével sokkal inkább arányban állóvá tesszük ezeket a díjakat. Mondom ezt azért, mert valamikor még a politikai szerepvállalásom előtti időszakban, 2005 tájéken magam is közbeszerzési referens képesítést szereztem. Annak idején ez egy 8-10 hónapos képzés, OK-os képzés során megszerezhető volt. Természetesen azért komoly előnyt jelentett a jogi végzettség, aztán ugye a magasabb lépcsőfokot akkor a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kategória jelentette. A hivatalos közbeszerzési tanácsadói minőség elég sokáig létezett, aztán ugye ezt váltotta fel a felelős akkreditált közbeszerzési szakértő megnevezés. Egyre inkább szűkült a kör, egyre nehezebb volt bekerülni egyébként már a hivatalos közbeszerzési tanácsadói körbe is, most pedig olyan magas feltételekhez vagy erős feltételekhez van kötve, amely talán a kelleténél vagy az indokoltán nagyobb mértékben rostálja meg a szakmát. Én magam is ismerek számos olyan kiváló közbeszerzési szakembert, aki önhibáján kívül nem fog tudni most már ezeknek a különböző feltételeknek megfelelni. Azt pedig rögzítsük, hogy csak az egészen kivételes finanszírozási vagy költségvetési helyzetű közintézményeknél lehetett mondjuk a személyi állományban, vagy a munkavállalók, vagy a köztisztviselők, vagy a közszolgált jogviszonnyal rendelkezők, vagy éppen a kormánytisztviselő jogviszonnyal rendelkezők között ilyet találni, illetőleg a megyei jogú városok, vagy szintén szerencsésebb költségvetésű nagyobb városok esetében nemcsak egy átlag községi önkormányzat, hanem egy átlag 10 000 feletti önkormányzat sincs abban a költségvetési helyzetben, hogy képes legyen megfizetni egy felelős akreditált közbeszerzési szakértőt. Annak idején Szabolcs-Szatmár Bereg-Kolozsvári megyében, most már ugye Vármegyében lámpással kellett keresni egyébként nemcsak a hivatalos közbeszerzési tanácsadókat, hanem azokat is, akik bármilyen típusú közbeszerzési szaktudással rendelkeztek. Érdemes lenne tehát ezeket a szabályokat átgondolni. Ha már az illeték törvényről beszélünk, akkor nem tudom megállni, hogy az általános vita adta lehetősége között ne említsek meg olyan részeket, amelyek nincsenek megnyitva, de ha már elég ritkán beszélgetünk, vitatkozunk itt illeték szabályokról, azért ugyanezzel a lendülettel nem kerülne túl sokba, nem jelentene túl sok plusz munkát, ha átgondolnánk főleg jelen gazdasági helyzetben néhány fontos szabályt. Természetesen fontosak az állam számára a bevételek, de régóta elégedetlen vagyok, illetőleg azzal, illetve túlzott mértékűnek tartom a vízterhes vagyonátruházás illeték mértékét. Azért valljuk be őszintén, ennek az egésznek a filozófiája elég furcsa. Tehát akár hitelből vesz valaki lakó ingatlan, most egyelőre a lakáscélú ingatlanokról beszélek, akár önerőből, a már többszörösen több közteherrel megadózott, lecsökkentett, letisztított nettó jövedelméből vesz egy ingatlan, egyre magasabb vételáron egy ingatlan, és ennek a 4%-át be kell fizetni még az államkasszába. Hát ez valahol a többszörös adóztatás, vagy a többszörös népgyúzás tilalmába kellene, hogy essen. Nem azt állítom, hogy ezt az illetékformát el kell törölni, azért nem akarok ilyen demagóg irányba elmenni, de hogy legalábbis legalább egy átmeneti időre ennek a mondjuk fele mértékére csökkentése indokolt lenne, vagy kategorizálása, és bizonyos vásárlói réteg tekintetében mondjuk egy illetékmentességi szabály kidolgozásában biztos vagyok. Mint a eltúlzott mértékűnek érzem, a nem közeli hozzátartozók közötti ajándékozási illeték 18%-os mértékét. Ezért valljuk be őszintén, tisztelt képviselő társaim, jelen viszonya között 2023 végén a 18%-os mértékű, még ajándékozásra is beszélünk illeték, az megtorló jellegű. Tehát olyan mértékben tereli adott esetben
szürke vagy fekete irányba azokat, akik egyébként egy legális ajándékozási ügyleten gondolkodnak, és történetesen nem közeli hozzátartozó egymásnak, hogy a kevesebb többbevételt eredményezne elvét érdemes lenne itt is érvényesíteni. És egy ritkán emlegetett területet hadd említsek önöknek, hogy az előbb vitatkoztunk az elektronikus ingatlan nyilvántartásról, és részben ide tartozik ez a kérdés. Ugye nem lakáscélú ingatlanoknál, hanem konkrétan külterületi ingatlanok jelesül termőföldek esetében van egy nagyon kedvező illetékmentességi szabály. Ezt nagyon helyeslem, és nagyon egyetért el a Mi Hazánk mozgalom is, viszont ugye rögtön a szabálynak a másik része az, hogy ha valaki a megszerzett földterületet 5 éven belül átruházza, jellemzően ugye eladja, vagy valamilyen vagyonértékű joggal megterheli, akkor az eredetileg fizetendő illeték kétszeresét kell befizetnie, tehát az egyébként 4%-os mértékű illetékét 8%-ot kell ebben az esetben fizetnie, ha 5 éven belül történik ez a jogalapítás vagy a tulajdonjog átruházása. Hát egyrészt el lehetne gondolkodni ennek az időtartamnak, mondjuk a 3 évre való csökkentésen, egy kicsit az amúgy beállni látszó földforgalmat próbáljuk ezzel élénkíteni, másrészt pedig a 8%-os mérték csökkentése is indokolt lenne. Magyarul itt arról van szó, hogy nagyon kevesen vállalják azt, hogy inkább befizetik a 4%-ot, inkább mindenki azt vállalja, hogy 5 éven belül megpróbál abban bízni, vagy hinni, hogy nem kerül abban a helyzetben, hogy 5 éven belül cserélnie kell, vagy mondjuk el kell adnia. Ez vagy sikerül, vagy nem. Ha nem sikerül neki, akkor ami egyébként 4% lenne, az felugrik 8%-ra. Hát azért ez is a megtorló jellegű kategória, ismerve azt, hogy milyen földárak vannak, amely egyébként nagyon üdvös, és nagyon örülünk neki, hogy egyre többet ér a magyar föld, de egyre magasabb összegekből kiszámolva ezt a 4 vagy 8%-ot, az egyre nagyobb terhet jelent a gazdálkodóknak, és ez vonatkozik a csere jogcímére is. Tehát itt egy differenciáltabb, vagy diversifikáltabb szabályozást érdemes lenne kitalálni, amely szintén kedvezőbb helyzetbe tudná hozni jelen esetben nem a lakás, hanem a föld tulajdonosokat. És a közbeszerzési törvényről is ejtsenek néhány szót, ez sok fontos kérdés most sem nyílik meg ennek a törvénynek a szövegében. Az elmúlt közel másfél évtizedben többször próbáltam kísérletet tenni arra, amire most különös jelentősége van, a helyi vagy a beruházás közelében elérhető munkaerő minél nagyobb arányú foglalkoztatására gondolok. Természetesen a vonatkozó, nem feltétlenül törvényi szintű közbeszerzési szabályokban most is szerepel, és már régóta, régen is szerepelt 2010 előtt is, hogy ugye bírálati szemponttá lehet tenni a helyi vagy a környékbeli munkaerő foglalkoztatását. Hadd mondjam el önöknek, saját 2005-2006 környéki szakmai gyakorlatomból származik, kipróbáltunk annak idején egy szatmári kistelepülésen kísérleti jelleggel egy olyan projektet, aminél rezgett a léz az akkori szabályok közepette, hogy mennyire fogadja be a rendszer a helyi munkaerő foglalkoztatását. Egy kb. 20 milliós becsült értékű útépítésről volt szó, és úgy alakítottuk ki a szabályrendszert, hogy természetesen ezt nem lehetett leírni. Kimondatlanul csak olyan vállalkozó tudta ezt az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárást megnyerni, aki vállalta, hogy a településen állandó lakóhelyen rendelkező, és még hozzátettük, hogy munkanélküliek és tartósan munkanélküliek közül a legtöbb segédmunkást vagy szakmunkást foglalkoztatja. Aztán a közbeszerzés eljárás eredményeként megkötendő kiviteli szerződést tervezetbe belefogalmaztuk, hogy abban az esetben, hogyha a vállalkozó, a nyertes ajánlottevő a kivitelezés során megszünteti, ezeknek az ember jogellenesen megszünteti ezeknek az embereknek a jogviszonyát, magyarul megnyer az eljárást egy hét múlva, meg elkezd kirúgni mindenkit, akkor olyan hibás teljesítés vagy meghiúsulási kötbérrel számolhat, aminél azt hiszem, hogy a megtoló jellegtől is szigorúbb. Magyarán mondva kizártuk ennek a lehetőségét, hogy ilyen egyszerűen ki lehessen játszani a szabályokat. Lásd csodát világ, 10 helyben dolgozó embert, munkanélküli szemét vettek fel, akkor 2006-ban más idők jártak, akkoriban nem munkaerőhiány pusztított, hanem munkanélküliség, főleg ott a keleti határ szélén. Végig dolgozták az emberek az útépítést, és 2 vagy 3-ig tartósan meg is maradt annál a cégnél, személyi állományra vették, hogyan meg voltak elégedve a munkájukkal. Tehát lehet csodát művel a közbeszerzésekkel, hogyha nem hátsó szándékok fűződnek hozzá is. Gondoljunk abba bele,
hogy ez milyen nagyságrendben működhetne mondjuk autópályaépítéseknél, gyorsforgalmi elkerülő utak építésénél, esetleg ha végül megindulnának a különböző folyamszabályozási vagy vízgazdálkodási munkáknál, vagy éppen nagyobb állami magasépítési munkálatoknál is, hogy akár kimondva, vagy kimondatlanul csak olyan ajánlattevők nyerhetnék meg az adott közbeszerzési eljárást, amely ajánlattevők vállalják, természetesen az előbb mondtam megfelelő közbeszerzési szerződéses garanciák mellett, ami biztosítja a magyar államot meg az önkormányzatot afelől, hogy nem lehet játszik könnyedséggel, nevetségesen egyszerűen kijátszani ezeket a szabályokat. Tehát amelyik ajánlattevők vállalják, hogy az adott településen, járásban, ez most ugye beruházás volumenétől függ, hogy mekkora kört fogunk fel, vállalják a helyi segédmunkás, betanított munkás, szakmunkás munkerő foglalkoztatását. Jó, a kevesebb vendégmunkásra lenne szükség. Tegnap késő estében nyúlóan tárgyaltunk a vendégmunkásokkal, vagy vitatkoztunk a vendégmunkásokkal kapcsolatos szabályozásról. Rengeteg olyan munkaerőt tudnánk bevonni, vagy rengeteg olyan embernek a munkaerejét becsatornázni, akik valójában őszintén elég nehezen vonhatók be a munka világába. Másrészt azért szembesüljünk azzal, hogy most, amikor az építőipari beruházások, főleg a magánberuházások is visszaestek, azért van olyan jól és egyértelműen körülírható, sajátos szociokulturális jegyekkel rendelkező közösség, vagy közösségek Magyarországon, akik a Budapestről és a nagyvárosokból ezeknek a munkalehetőségnek a megszűnésével visszamentek ezekre a vidéki településekre. Jellemzően olyan személyekről van szó, akik különböző okoknál fogva, ebben persze azért az önhiba is föl lehető, nem képesek megtakarításokat képezni, nem készültek fel a nehezebb időkre, máról hónapra vagy hónapról hónapra élnek, és folyamatos munkabér vagy egyéb bevétel hiány adott esetben nem feltétlenül legális eszközökhez fognak nyúlni a megélhetés feltételek megteremtése érdekében. Ettől szemben is finomabban nem tudom körülírni ezt a problémát. Na most ezeknek az embereknek nem csak közbiztonsági, hanem munkaügyi, foglalkoztatáspolitikai, szociális létkérdés, hogy minél könnyebben tudjunk minél jobban fizető munkát adni. Az állami kivitelezések, az állami beruházások erre kiváló esélyt jelentenének. Természetesen ehhez önkorlátozónak kellene lenni. Magyarán mondva a mutyi keretében visszaosztott összegek jelentős mértékben lecsökkennének, tehát a korrupciót is le tudnánk faragni igen jelentősen, hogyha ezeket az összegeknek, ennek a foglalkoztatási körnek a közbeszerzési eljárások eredményeként elnyert munkálatok való bevonásába fognánk be, hiszen akkor ezek a források ott hasznosulnának. Jóval lecsökkenne az a mértékű összeg, vagy annak az összegnek a mértéke, amelyet a szokásos szabályoknak megfelelően visszaosztanak. Ez gyakorlatilag politikai akarat kérdése lenne, de egyébként a jogalkotási munkát sem lehetne ezzel kapcsolatban megspórolni. Ne intézzük el azzal államtitkár arra a kérdőmet nagy tisztelettel, hogy hát egyébként erre elvileg amúgy lenne lehetőség. Most is már nagyon akarnák a jogalkalmazás eszközeivel, az adott eljárásokban ezt meg lehetne oldani. Ha a jogalkotás eszközeivel egyértelműen ebbe az irányba tolnánk a folyamatokat, és ebbe az irányba vinnénk el a kivitelezőket, illetve bocsánat, az ajánlattevőket, akkor sokkal több ilyen eljárást tudnánk jó példaként említeni. És egyébként az a szép ebben, hogy nem csak a nagy, adott esetben több tízmilliárdos beruházásoknál, azért most is akad még ebből néhány, lehetne ezt a rendkívül hatékony eszközt alkalmazni, hanem a kisebbeknél is. Tehát gyakorlatilag ez a legkisebbtől a legnagyobb beruházásokig bezárólag egy kiváló orvosság azokra a azokra a problémákra, amelyek sok év után ismét fel fogják ütni a fejüket a magyar vidéken, különösen az északkeleti, vagy Dél-Dunántúr, vagy a Dél-Alföldi megyékben, hiszen azok a problémák, amelyek az elmúlt néhány évben ismeretlenek voltak, vagy sokkal ritkábban jelentkeztek, mondjuk a 2010 előtti időszakhoz képest, az előbb említett oknál, főleg az építőipar drasztikus visszaesése miatt ki fognak újulni egyik napról a másikra, ugyanott fogunk tartani, mint 2002 és 2010 között. A közbeszerzési törvényben kiváló lehetőségek lejelennek arra, hogy ezeknek a nagy részét sikerüljön elkerülni, vagy még kellő időben orvosolni. Ezzel kapcsolatban várnám államtitkár úr megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen a figyelmet!